Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbsége, a romániai magyarság a mai napig küzd az önrendelkezés jogáért. Szomorú, hogy Romániában, amely az Európai Unió tagja, minden eszközzel üldözik az autonómia törekvéseket. Tiltják a kisebbségek jelkép és nyelvhasználatát is. Minden nehézség ellenére a romániai magyar emberek kitartanak a területi autonómia mellett, és hiszik, hogy az Európai Unió polgáraiként nem foszthatják meg őket az emberi és közösségi jogaiktól. Magához az etnoregionalizmusnak a meghatározásához kell visszanyúlni. Arról kell beszélni, hogy vannak olyan régiók Európában, amelyet egy többségi közösség lakik, és amelynek az érdekei és a szülőföldjének, a régiónak az érdekei rendkívül szorosan összefonódnak. Nyilván, hogy a közösség arra törekszik, hogy a közéletben teremtsen meg ennek az érdekösszefonódásnak az intézményeit. Ennek az újkorban, a 80-as években, 70-es években volt egy reneszánsza, az európai regionalizmus kialakulása, és hát maguk a székelyek is figyeltek arra, hogy ott mi történik. Volt szerencsém több autonóm területen is megfordulni, talán Dél-Tirol lenne a leginkább kézenfekvő példa. Nagyjából ugyanakkor került Dél-Tirol olasz fennhatóság alá, mint Székelyföld román fennhatóság alá, és láttuk, hogy gyakorlatilag Dél-Tirol meghazudtolta az esélyeit annak révén, hogy sikerült kivívni az autonómiát. Ameddig az autonóm Dél-Tirol sikerült olyan gazdasági eredményeket elérjen, amelyek messze egyedülállók egész Olaszországban, addig az egységes nemzetállam hívei, vagyis Dél-Olaszországon ugyanott megmaradtak azon a fejletlenségi szinten, mint ami tapasztalható volt akár az első világháború előtt is. Tehát egy gazdasági csoda ment végbe Dél-Tirolban. A dél-tiroli autonómiát egy eszközként fejlesztették ki ebben a térségben a nyelvi és kulturális kisebbségek, mindenekelőtt a német nyelvűek és a ladinok védelmében. Dél-Tirolban az autonómia tulajdonképpen úgy működik, hogy nagyon sok olyan hatáskörünk van, ami más esetben az állam jogosultsága lenne, mint például a kórházak, a tanítás, az utak karbantartása. Mi a pénzből, amely a Dél-Tirolban kivetett adókból, illetve állami bevételekből származik, kialakíthatjuk a saját költségvetésünket. Minden további nélkül mondhatjuk. Ha a Dél-Tirol már nem tartozna Olaszországhoz, akkor Olaszország gazdaságilag gyengébb lenne néhány dologban. Az autonómia olyan fórum a kisebbség számára, amely védelmet biztosít a nyelv, a kultúra, valamint kiemelt módon az oktatás, a művelődés és a továbbképzés tekintetében. A dél-tiroliak anyanyelve német. A tanítás nyelve is ez. Az olaszt pedig általános iskolában a második osztálytól tanulják, mint első idegen nyelvet. Később ehhez társul még az angol nyelv. Abban a szerencsés és ugyanakkor szerencsétlen helyzetben is vagyok, hogy külföldi útjaim során általában olyan emberekkel találkozom, akik már autonóm területen vannak, vagy hasonló cipőben járnak, mint mi. De mégis nagyon más a megközelítés. Például a finnországi svédek, ők nem svédként tekintenek magukra, hanem svédül beszélő finnekként. És mint ilyen, nagyon nehéz egyről a kettőre jutni, nagyon nehéz közös pontokat találni, egyáltalán nehéz azt a minimumot megfogalmazni, amiben együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk cselekedni. A nemzetállamok részéről mindig érezzük a félelmet, azt, hogy mi valamit el akarunk venni, valamit ki akarunk ragadni az ő kezükből, és hátunkra vesszük Erdélyt, és aztán szaladunk vele, ameddig elérjük a magyar határt. Tehát van egy ilyen félelem, van egy olyan magatartás, egy olyan elzárkózás, hogy ezzel kinyitanánk Pandora szelencéjét,
és gyakorlatilag régió-régiót követve fokozatosan mindenki követelni az autonómiáját a saját kis térségének. Ebben sem látok semmilyen ördögtől valót. Persze szolidaritás az kell a nemzetállamon belül mindenkinek, viszont próbáljunk meg abból érvényesülni, amit elő tudunk állítani és meg tudunk teremteni magunknak. Az autonómia azt jelenti, hogy saját törvényeink vannak bizonyos területeken. Saját parlamentünk van, amelyik törvényeket és határozatokat hozhat. Mi igazgatjuk a gazdaságunkat, de függünk Finnországtól. A finn elnök hagyta jóvá azokat a törvényeket, amelyekben a parlamentünknek nincs törvényalkotási joga. Van egy elszámolási rendszer, melyben az ember állami adót fizet, de aztán egy bizonyos százalékot az egész finn költségvetésből az állam visszafizet Ollannak egy összegben. Ki van számítva, hogy ez az összeg kb. Ugyanannyi, mint amennyit az ollandiak befizetnek adóban. Emellett mi többnyire önfenntartóak vagyunk. Az ólandi példa, azaz, hogy az ólandi svédek a kisebbséghez tartoztak és tartoznak nyelvükben és kultúrájukban, a nagyszámú finn lakossággal szemben, a kisebbségi kérdés megoldására nagyon jónak mutatkozott. Óland esete egy sikeres példa arra, hogyan lehetett tárgyalásokon keresztül békés, jó megoldást találni akkor, amikor az ólandiak nem ugyanazt akarták, mint a finn állam. Ez a jó ezzel a példával. És mi valamennyire elégedettek vagyunk ezzel. Sok kapcsolatunk van a körülöttünk élőkkel, mivel hajózó nemzet vagyunk. Az ólandi autonómiát a világban jó példaként emlegetik arra, hogy miként lehet megoldani a kisebbségi konfliktusokat. Jó szociális hálózatunk van, és biztonságban vagyunk itt. Remélem, ez így lesz a jövőben is. Mérleget vonok arról, hogy mely államban sikerült legjobban megoldani a különböző nyelvet használó, különböző vallású, bár azért egy vallási körön belülre tartozó népcsoportoknak, akkor azt mondanám, hogy ez Svájc. Tehát a kantonális, konföderális berendezkedés az, amely ma lehetségesé teszi a világon, leginkább lehetségesé teszi a méltó életet különböző nyelvű és meggyőződésű emberek számára. Ha pedig nem ebben a berendezkedésben, nem a kantonálisban gondolkodunk, hanem autonómiákban, akkor megint csak visszatérek a finn példához, az Aland-szigethez, illetve a dél-tiroli autonómiához. Nincs ma meggyőződésem szerint jelentősebb számú kisebbségi helyzetben levő népcsoport számára jobb megoldás, mint ez a kettő.